itt vannak a játékvezetők, a csapatok és a nézők. Ami a mi párosításunkat illeti, a 15. Debrecen Paks találkozó következik majd. Eddig 14 alkalommal találkoztak egymással a csapatok az NB1-ben, tehát az első osztályban abszolút loki fölény, hiszen eddig 8 alkalommal nyert a hajdúsági együttes. Eladott labda, Szakály indulhat, Szakály, Szidibe, benne a 16-oson belül, Szidibe lövi el, nagy védés, Molnár! Ez a beadás is jónak tűnik, Rezes felé, kivágják a paksiak. A szép, ott van bizony, a kipattanó gól! Kovács Gábor maradt le, Szidibe kedvezőbb helyzetben volt. Szép mozdulattal juttatja a labdát a kapuba. Az a fej, ott a lehetőség, és ott az egyenlítő gól, bizony! Ezt nagyon elnézték, ezt a védekezést ott a szögletnél. Tovább csúsztatják a labdát, teljesen egyedül marad, hát Simon Attilának pedig, például amilyen formában futballozik, ez nem okoz gondot, gyönyörűen kivitelezett lövés. Szakály. Zsidai lövi el mellé, szép mozdulat. Tizenegyes. Hát ez egy picit késő jött. Na nézzük csak. Szakály Péter büntetőt rúghat. És nem rúgja be! Bori. Bori, ez a csel jó. Megint jöhet a beadás. Megcsúsztatják. Ott a kapás lövés! És kimarad! Badnai. Kicsit hosszan teszi maga elé, de nem lépnek ki a paksiak. Jön Szakály, megcsinálja a csel. Befelé Szakály! Szép! Bori. Korhut most jól lépett közbe, úgyhogy be kell ott menni, bizony átszáll a labda. Ott a lövőhelyzet! Szabó Jánoson változott irányt, aztán pedig Vadnai lövését kell védenie Molnárnak. Mondás elemért pedig szép lassacskán úgy gondolja, hogy elérkezett az idő a cserére. Ott egy lövés, kapufa Barta! Megint Barta, Szabó. Nem megy, ahoho, ott a 11-es bizony. És még egy sárga lap Rezesnek. Há, ezen nincs mit vitatkozni szerintem. Szegény, bármint Rezes, mert ha ez Simon berúgja, akkor egy picit az ő lelkén szárad. És a második gólját lövi Simon Attila. Ezzel 11 gólos a paksi támadó. Varla. Nem mozognak felé egyelőre, hogy a Zsidait kénytelen választani. Az jó! Az jó! Volász! Volász! Molnár véd óriásit! Hoppá! Hú. És ott a gól! Itt van még egyszer a kulcsmozdulat. Báló. Tudta megcsinálni. Teljes egészében, amit eltervezett. Kecskés tovább. Ott! Azt a mindenit! Horváth tovább. Báló. Uha, eladja Báló. Volász! Szakály. Szabó! És a két debreceni pedig egymás zavarja, és itt a vége. Itt a vége, a paksi együttes tehát egy 2-2-es döntetlennel zár Debrecenben.